Economy Politik, tehát Evel címmel ő írta meg a közgazdaságtani cikket, legalábbis az első körbe, ami a fiziokraták, a laissez-faire felfogású gazdaság moralizáló szétverését jelentette. Nem kell pénzgazdálkodás, nem kell piac, elszigetelt nemzetállamok kellenek saját tradícióikkal, külkereskedelem, sőt belső piac nélkül, pénzforgalom, az erény gyilkosa, tehát az se kell. Na most ezt megrendelte Didó, ezért le is hozta, majd ő Economy Politik címmel egy kicsit későbbi kötetbe lehozta a standard liberális fiziokrata álláspontot, ami az enciklopédisták többségének álláspontja volt, tehát a laissez-faire, a szabad verseny, a világpiac egységességének igenlésével. Tehát mondom, hogy önmagában is megvalósította a pluralizmust. Sőt, Didó, aki ismert, tudja, hogy mondjuk a Rameau unoka öcsében önmagában Moire és Lully formában folytatja le a korabeli nagy dilemmát, a hedonista, utilitarista, tehát a haszonelvi érzéki ember és a moralizáló filozófusok közti vitát, de mind a kettő Didó. Na most ezt megcsinálta az enciklopédiában is, ahol a Droit naturel, tehát a természetjog című cikkében leírja azt, hogy hát persze a természetjog az kötelességekkel összefér, stb. Többi jog, de kitalálja azt, amit a modern angolszász jog és politikai filozófiában a Freerider dilemmájának neveznek. Tehát, hogy vannak potyautasok, hogy igen, vannak társadalmi normák, szabályok, de tartsa be azt a többi. Mert ha én nem tartom be egyszer magam, akkor élvezem a társadalom összeműködésének összes előnyét, plusz azt az előnyt, amit én élvezek azzal, hogy megszegem a társadalmi normákat. A potyautas ezt teljesen jól leírja magyarul is, mindenki fizessen a BKV-n, én nem, akkor utazom és fönnmarad ettől a BKV, de hogyha minden én úgy gondolja, hogy én miért fizessek, akkor nem lesz többé BKV, ezt nem akarom megjósolni, de logikailag ez a helyzet ugyebár előállhat, persze ez nem az enciklopédia példája, de önmagában, hogy én magam nem járulok hozzá, viszont az összes többi hozzájárulását élvezem, az szociológiailag jól ismert képlet, meg szociálpszichológiailag jól ismert hozzájárulása az egészhez. Most Didó azt kérdezi, hogy mit csináljunk ezzel az erőszakos okoskodóval, mielőtt megfojtanok, meg kell cáfolni. Na mostán Beccaria híveként a halálbüntetés elvi ellenfele az egész enciklopédia, de amikor az egész szabadságprogram megkérdőjelezik a szabad gondolkodás fegyverével, tehát hogy lehetne kijátszani a közérdeket racionális megfontolások alapján, akkor előbb meg kell cáfolni, és hát utána kell valahogy eltávolítani a társadalomból. Most Didó, ekkor még Rousseauval közösen kitalálja a volonté generál, az általános akarat fogalmát, ami aztán hála a jakobinusoknak nagyon rossz történelmi karriert futott be, de valami olyasmi, ami szintén a mai napig meglévő morális vagy politikó morális dilemmáink előlegezéseként is tekinthető. A volonté generál, az általános akarat azt jelenti, hogy a közösségnek, mint olyannak van valami szubstantív, valami igazi erkölcsi szempontja, amit akkor is érvényesíteni kell, ha a tagok egyen nem ezt akarják el. Egy igen egyszerű példát lehet hozni, smogriadó van, és mindenkinek van egy trabantja az adott közösségbe. Minden egyes trabant tulajdonos mindhalálig akarja használni az ő kocsiját, ez a mindenki akarata. A közösség minden egyes tagja az ilyen bölcsen dönt. A közösség egészének érdeke, amennyiben oxigént szeretnénk belélegezni, tiltsák be a trabant használatát, illetve az ATO használatot általában, mert utána hiába van neki szabad tulajdonosi joga használni a kocsiját, meg fog fulladni. Na most ilyen típusú dilemmákat úgy
először dobtak be a köztudatba, és ehhez a francia enciklopédia kellett, tudnék az angol haszonelvű koncepció, az úgy vélte, hogy az önzés az értelmes önzés, és ezért a közösség minden egyes tagjának szabad haszonkövetése, azaz közhaszonhoz fog vezetni. Ez annak a titka, ezt most az Afrikát mondom, szóval nem az enciklopédiáról, hogy angoloknál a szabad elviség és a haszon elviség az úgy konvergál, szóval nincsenek olyan drámai dilemmáik, mert úgy vélték, hogy a haszonkövetés individuálisan az a közhaszonra, a közjóra irányul. A franciáknál logikailag nagyon korán felfedezték, hogy ez nem egészen így van, és hát a sajnálatos módon Rousseau nyomán levont következtetés Robespierre-ék idején az a szabadság zsarnoksága, vagyis ott senki nem követheti ezentúl a saját véleményét, saját érdekét, mert a közjó, a közakarat, az általános akarat az mindent fölülír, ami individuális. Na most az enciklopédia egésze ennek a szellemiségnek, ennek, ahogy ma mondjuk, totalitárius szellemiségének a határozottan ellentmondott, és ezért esett ki a fiszikből Rousseau-nak ez a nem szabad elvű demokratikus, nem parlamenti demokráciát vizionáló, erényes respublika fogalma, és Rousseau tanítványa Robespierre többek között ezért ítélte halálra Condorcet, az utolsó enciklopédistát, aki mind halálig hitt abba, hogy racionalitás és szabadság, tudás és erény konvergálnak, és főként nem kell ehhez a közjóléti bizottság, a forradalmi kormányzat teljhatalma. Ami még meghatározó az enciklopédia ilyen politikó-morális üzenetében, hogy nem csak az ilyen közéleti dilemmákat, mint általános akarat, egyéni akaratok konfliktusa, hanem a magánmoralitás dilemmáit is, hála Didónak megint csak, máig élő, vagy ha úgy tetszik, máig provokatív módon fogalmazta meg. Didónak köszönhetjük az enciklopédia élvezet címszavát, ami azért érdekes, mert ebben a korban, tehát az enciklopédia megírása idején kezdett kibontakozni az a morálfilozófiai tendencia, amelyet nihilizmusnak nevezünk. Lamettri képviselte ezt a korban, később egy ismert név, Marquis de Sade, teljesítette be, ha úgy tetszik, a etikai nihilizmus hát programját. Lamettri azt mondta, ezért jön az élvezetcikk, egy orvos volt, és hogy nem talált semmifajta erényre utaló anatómiai egységet az emberben, ezért úgy gondolta, hogy hát az az egész erény fikció, a politikusok találták ki, hogy az alattvalók engedelmesek legyenek. És erre Didó, aki hát, ha nem is olyan vulgár materialista formában, de azért nem volt hát túlzottan a hagyományos hitek követője, megpróbálta az emberből önmagából kifejteni az erkölcs elvárásait, és ezt angol mintára a moral sense, tehát a bennünk minden emberben meglévő erkölcsi érzéktanával kívánta igazolni, még olyan, hát eléggé testi kihívásokkal szemben is, mint a fizikai élvezet. Tehát az élvezet címszó definíciója úgy hangzik, hogy az élvezet kölcsönös élvezet. Na most ezt olyan figyeljék meg, ebbe a korban mondom, hogy nagy a román noir meg egyebek részében jelentkeztek még Sade előtt, Sade ekkor még csak egy romlott kiskarmasz volt, aki maximum állatkínzással szórakozott. Tehát azt a nihilista regényben alapvető erőszakos, ma úgy mondanok, macsó, a másik nem hogy élvezetével, hanem még fájdalmával sem törődő
hát szexképet kezdték a francia regényekben, hát hogy mondjam, divatossá tenni szembe a szentimentális regénnyel, ahol lelkileg szenved mindkét fél. Na most Didó ezzel a kis trükkel óvta meg azt, hogy amit szerintem a magánszférában egyik rögtön befejezte. Paradigmája annak, amit az enciklopédia üzenni akart, hogy a csak kölcsönös, csak a másik emberre tekintettel lévő viselkedés akceptálható, és ellentétben a már említett Száddal, aki úgy fordította le a kompetitív, a versenyelvű társadalom normáit a szex területére, hogy adva van X adag gyönyör, a lárajtól a férfi és a nő, és mivel a férfi erősebb, nagy valószínűséggel többet szerez belőle, sőt, még jobban jár, ha nem nulla, hanem mínuszban van a másik mérlege, vagyis a fájdalmat okozok neki. Na most ezzel a kompetitív szellemmel, lehet, hogy a gabonakereskedelem vagy egyéb címszavakban kibékődítő, de semmiképpen sem a másik emberrel való viszonyában legyen az akár csak tiszta szexuális kapcsolat. A másik probléma, ami szintén sokszor felvetődött, és ez lenne az utolsó, az önkorrekció képessége. Hát egyrészt mondtam, meg volt az ilyen erényfanatikus Rousseau gazdaságfilozófia, és meg volt Kené tollából a klasszikus laissez-faire koncepció az ökonomiában, és sok helyen megtalálhatjuk pro és kontra különböző szerzők tollából a katolikus természetjog vagy a modern természetes jogok problémája, tehát több cikk pluralizmusa, ha úgy tetszik, garantálta azt, hogy nem volt egységes eszmei indoktrináció az enciklopédiában. Volt-e, aki akkor már nagy öreg volt, fiatalabbak voltak az enciklopédisták, úgy fogalmazza meg az lexikonírás titkát, hogy ez a lexikon az igazságnak szenteltetett, de vigyázzunk, nem ám egy igazság. Az egyik cikknek ki kell javítani a másikat, és ha ebben is akad valami tévedés, egy felvilágosultabb és tapasztaltabb embernek észre kell vennie, és ki kell igazítani. Ezért gondolta a 18. század azt, hogy az igazsághoz, és ez az előző előadásban is fontos mozzanat volt, nem annak ex cathedra kinyilatkoztatásával, hanem a különböző vélemények ütköztetésével, magyarán a szabad vita formájában lehet eljutni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen professzor asszonynak a kimerítő előadását, amiben fajta ellenpárt mutatott a francia enciklopédia belső élete és a korábban hallott Wikipédia előadások során a Wikipédia belső élete között. Emellett, miután professzor asszonynak tegnap volt születésnapit, szeretnénk felköszönteni ebből az alkalomból, úgyhogy és akkor a